A koronavírus járvány miatt a városvédők is az otthonukba kényszerültek, de így is igyekezték megragadni a lehetőségeket és olyan eseményeket létrehozni, amit a négy fal között is sikeresen könyvelhettek el. A legutolsó kezdeményezéseink pedig az elmúlt két-három hónaphoz kapcsolódnak, amiről majd valószínűleg elnökünk is részletesen szól, kihasználva azt a sajnálatos tényt, hogy otthonhoz, lakáshoz voltunk ködve, fiatalok felnőttek egyaránt, több olyan levelezés játékot indított szerveztünk, ami úgy gondolom, hogy sikeres volt. A Városvédő Egyesület jövőbeli céljai között szerepel, hogy a társaság folyamatosan frissüljön és fiatalodjon. Kemény 31 év után egyesültünk még mindig él. Ehhez a fajta társadalmi támogatottsága megvan. A legnagyobb célkitűzésünk az elmúlt esztendőben egyébként, ha nézzük, az öregedő tagság mellett a fiataloknak a intenzíve bevonása ebbe a típusú városvédő honismereti közösségi munkába. A tagok a jelenlegi helyzetben is igyekeznek megóvni a várost, de amíg a korlátozó intézkedések hatályban vannak, addig főleg az otthon végezhető szellemi tevékenységeket helyezik előtérbe.